Így van. Így van, szembesítjük magunkat. Látszik, hogy éjszakás után vagyok. Te is? Szintén zenész. Mi? Na, hello, hello, szia Zoli, szia Laci a cseten, szia Solya, szia Zulu, alig-alig, sziasztok, na, sikerült kimennem. Isten, valami nem stimmel. Na, mi a baj? Valami el van állítódva. És én már tudom, hogy mi. Go to cool. Ja, Pritjász, neked is jó reggelt. Jó reggelt, Pritjász, hello, hello. Nem vagyok Dark Vader, köszönöm szépen. Még nem. Még nem. Dezső, majd mindjárt. Jobbra. Úgy van, visztem egy autót is magammal, gyerekek. Nem most, te kis kócos. Fordulj balra, szerintem. Csibagy. Nehéz lesz feltetolni a port. Nehéz lesz. Hát meg volt a tol végül is. De csak az órára került egy kis autó. Menjünk balra, vigyázz a falra. Én duplát viszek. Index balra, kormány balra, megyünk balra. Így gyorsan így itt elszaladunk. Próbáltam igazából a hangot is. Ja, nem a OTB mi? Állítani. Se jobbra, se balra, egyenesen. Jó, csak úgy piros volt. Tök óvatosan érdemes balra tartani, de ha rátetszik rántani a kormányt az ifára, akkor nem én voltam. Itt kell majd utána megpróbálunk kihajtani a bal oldalon, vagy leparkolunk. Na, bal tükör, jobb tükör, megint bal tükör, középső tükör, erefogás. Jó, na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat, szépet, fényeset, széleset, jó, hogy rajta tud maradni, de aztán nem elszúrni, ám. Újra tervezzem, vagy akkor is csak fel fogom idegesíteni magam. Hello Tamás, szia, szia. Kösz szépen. Szokatlan a csőrös kamion. Régen volt már a ATS. Jobbra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozik. Majd, hát ki kéne hajtani a jobb oldalon, pusztán csak azért, hogy jó irányba menjünk. Na, nyuszipók, origami szituáció van, hajts ki a jobb oldalon. Tartsunk balra, az jó lesz. És aztán egyél majd balra. Menjünk el balra. Hali, hali, hole. Menjél szépen egyenes. Mi van ebben, nincsen R2? R2-D2? R2-D2? Nem. Egyenesen kellene csak enni. Kezdődik. Apa, kezdődik. Japasó, csóki neked is, hello, hello.
Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Ezt a hibás micsodát már ki lehetne cserélni, ezt a tolatóradat, mert össze-vissza rezonál. A szeretőd legyek én, jobbra megyünk te meg én. Én nem is használom. Hát a Zsolti miatt lett berakva. Te a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. Az addig oké, csak annak van egy javított verziója. Pisálok, de jobbra! Azt mondjuk, hogy Andinak van kint a plantja. Na most értek. Ez az új kamion, hol? Igen. Sokat ülsz autóban? Hát ez meg mi a franc itt mellettem? Valaki felborult, vagy mi a fene? Én. Hát jó volt így egynek, srácok. Jó, úgyhogy 100%-ra törtem. Bravo. Az nincs. Az hogy? Hát ide beálltam ide oldalra, ahol álltál Tűzbácsi, itt Laci mögé. Én kijöttem, hogy mondom, úgyis jöttek ki. És 100%-ra lettem törve. Na, akkor csináljunk egy... egy mentés betöltése. Azt mondja, hogy... csak azt vettem észre, hogy a kormány elkezd rezonálni, de valami mocskos módon. És szembeállok a forgalommal, holott elméletileg én befele fordultam ott. Jó, ott vártam mellettem a hátsó pótnál, vártok, hogy Hendel is fölvegye a port, gondolom, és akkor... így van. Én megmondom, akkor eljön szépen ki. Hát, semmi, tehát itt... semmi gond, visszatöltöm, ahogy hívják ott, aztán go, hát... már megyek is. Szia Zulu, hello, hello. De jó pofa, olyan, mintha egy virágnak mondanám. Hajts ki. És ugye, jövök vissza. A között gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor érdemes egy kicsit így balra tartani. Később megtérül. Vannak ezek az enyhe helyzetek, mint most balra. Most balra fordulósat játszunk. Na, gyerekek, posod meg a Twitch-ra az értesítés, hogy megy a live. Hm? Oh. 10 perc ide vagy oda? Hm? Mm. Fini, nem? Nem váltunk sebe. Egyenesen megyünk. Hacsika meg szaggot. Gyorsan beállítjuk a fuvart. Mert azt hiányzik egyes egyedül nekem. Kellemes napot kívánok mindenkinek, én az önök műsorvezetője vagyok, nem egyszerűen egy GPS hang, hanem kifejezetten egy entertainer. Ez egy idegen nyelven azt jelenti, hogy szórakoztató. Én szórakoztató igyekszem lenni, nem úgy, mint esetleg mások, úgyhogy kérem, a jövőben is főleg engem válasszanak, mert 100%-on van. Jó utat kívánok, jó vezetést, és kevés eltaposott gyalog. Nyek előrébb. Már észrevett. Hölgyeim és uraim, egyenesen. Későn, de igen. Nem szeretnélek mindenféle hülye információkkal feltartani, de érdemes jobbra tartani. Mit keres a kecskén, kobra, fordulhén jobbra? Menjél jobbra. Na.
Úgyhogy... itt lennék én is, úgyhogy... Várja, megpróbálok valahogy kimenni, hogy beférje. Azt tettőd, legyek én, jobbra megyünk, te meg én. Szerintem menjetek, mert itt akkora sor lesz, mint állat. Igen, látom. Majd itt félreállok az utcélőre. Na, menjetek, induljatok megfele. Jövök. Én is jövök, felkapcsolok, kijövök addigra, hát hogy innen ez a rengeteg autó elmegy. Lehet, hogy most tudod, hogy most lett megint egy frissítés a múlt héten, úgyhogy mondtam, hogy frissült és verzióváltozás történt. Valószínűleg az miatt szerintem visszaállt minden alapértelmezetre, bélhetőleg. Sértsetek, mert meg Laci is elindult el. Anyu, az iskolában Rambónak csúfol a többi gyerek. Jó, majd bemegyek és elintézem. Hagyd anya, ez az én harcom. Vagyunk kapcsolva, úgyhogy go, Trabi, go. Nincs cserélek hangot itt magamnak, jobb oldalt. Balra! Nem most, nem most, hanem picit később. Fordulj balra, szerintem. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Itt még beférünk gyorsan. Előre, egyenesen, szépen, tovább. Szépen, egyenesen, mint a cövek. Köszi, Laci. Köszi, köszi. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána csak cikcak van. És aztán majd enyhén jobbra. Előttem, utánam. Utánad. Jön. Oké, okay, jó. Közeledtem, között áll. Dezső, jobbra. Érdemes balra tartani.
Mennyi a Tibi bácsi, itt vagyok már mögötted. Nagyon csöndbe vagytok. De hogy is, beszélünk, csak nem nyomunk gombot. De más köszönjenek, megjavult a gépe. Azt nézem, én is azt olvasom, pont. Kapott egy új videókártyát, na, gratula. Akkor kártya probléma volt? Ezek szerint? Na. Szuper. De legalább most már megoldódott a problém. Csak nekem csattog a hang. Mérhetően, mit nem? Tartsunk balra, az jó lesz. Itt se. Itt se csattunk, nem miért? Mint hogyha kibe nyomkodnák a... Az nem olyan, igen. Várjál, nem nyomkodják, mint hogyha a jack dugot kibe húzigálnál, tudod, a hátul a ajzatba, és amikor van az a kattogó hang az az ajzatnál, akkor érintkezik. Itt nincs. Nincs. No. Nincs a területlen gyai. Van előttem a hét, csak nem tudom, hogy most azért jön elő ez a hülyeség, mert nyomtam egy némítás gombot, és nem tetszik a fülhallgatónál ez. Vagy csak szimplán a játékban van valami. Hát most nekem kivételesen a játék, az teljesen jó. Hát figyelj, most kikapcsolom a fülhallgatót, azt visszakapcsolom, meglátom, hogy mi van. Ugyanúgy csinálja, passz. Félreállok, azt úgy nézem meg, mert lehet, hogy csak a játékkal van valami. Kilátóhely jobbra.
Hol vagyunk mi még attól, Viktor? Több 10 mérföld van addig még. Hát én még hátul kullogok, úgyhogy van még bőven. Ott a kanyarban nyomunk egy driftet, közben lekamerázzuk. Ja nem, ez nem fotó, hanem kamera. Jaj, véletlenül behúztam a kézüféket, remélem nem se tudod be nagyon a mögöttem lév. Nem vagyok nagyon fáradt így hétfőn. Nem, épp azt figyelem, hogy abszolút nem. Egyébként várjál Tamás, mert a Tracker szempébe ott nem tudsz modokat használni. Ott nem lehet. Hello! Szia Peti! Ja, így van, Peti is megírt a pont. Na, most abba hagyta. Valószínűleg a játéka volt valami. Jó, hogy most kimaradt nekem ott a kamera rész, most. És hogy lesznek meg a dolgok. Ó, most akkor jöhetsz majd vissza. Öccsem. Ó, azt is vissza kell fordulni. Lesz egy nyugtalan éjszakád. Ó, amilyen fáradt vagyok, nem biztos, hogy nyugtalan lenne, mert szerintem fejem írja a párát, az recs van. Mi az újság, Peti? Körülbelül én is úgy érzem magam. Na, centri, vagy csak mosás? Mely nekem ugye a kettő kombója. Igen, tehát az a lényeg, hogy a tracker szempélyből nem engedi a modokat, és ott vissza kell mindent állítanod, mielőtt elkezdeni játszani a szervizbe, alapmotorbeállításokra, stb. És csak úgy tudsz. Ó, éjszakás, műszak. Ó, gyors éjszakát akkor. Te meg Viktor, te is mész éjszakára vagy? No, én reggel végeztem. Én végeztem, gondolom most. Így van. Igen, péntek igen. Semmi munka. Én addig még kétszer dolgozok. Én még négyszer. Én meg nem tudom. Ennek a doki megmondja. Majd a doki megmondja, hogy mehetsz a dolgozni, mi? Oda, ami nincs. Igen. Ahol itt lesz, ez komoly. Nincs még, nem. Hát még két fő van, tehát igazából nem is támadtam el, hogy mai nap folyamán úgyhogy visszajön az ember egy hét ezértből szabadságból még dolga egy intézést, akkor az lesz az első gondom, van mit tudnék le. Más, figyelj, most azért akkor a holnap én elintézem ezt a részét, aztán majd a többit úgy is látjuk. Még egy pár napot várok, ha nem, akkor lesz másképp. Na megint kifogtunk egy hülyét. Laci, mit szólsz hozzá? Bejön a belsőbe, mindjárt kivek külsőbe. Látom, cikádik. Ha boldog, na jön már társa, itt van a... Itt van már társa is, itt van már. Méricskélek. Okay. Jó, az legalább lement. Úgy vagyok valahogy.
Ja. Épp ez a környék. Na, nekem nem kell mérics kérnem. Úgyhogy meg is eladom ámiont. Én bejövök. Nekem most jelez, most kivételesen. Újra tervezek. Tudod mekkora meló? Újra tervezem, vagy elválom? Gyere, Tibi bácsi. Megfogom itt a kamiont. Azt mondja... Régen sikerültem, hogy régen, hogy ott van a mutatni. Vannak, persze, nincsen ahogy hívják. A hang az valamiért nagyon ratyik. Nekem a hang az kattog, prittyög, meg az objektumok lassan töltenek. Egyenesen megyünk. Ez a frissítése megint sikerült valamit így eltolni. Valószínű, mert eddig, amikor játszottam TSV-vel, semmi ilyen kattogós, irritálós hangot nem hallottam. Csak nem a füles gagyi, vagy szériehívás. Júj. Habár végighallgattam, tökéletesen szólalt 20 Hz-en is, meg 30-en is, szóval forrasztási hibák nincsenek. Itt maximum, ami hiba lehet következőleg, az már a stick. Általában a stickek azok elég selejtes minden egyes játorna. Jaj, csak 22 000 volt a bevétel. Na, nincs itt a Tibi, meg én mondom, va? Most arról lennék jön, csak kilépünk okay, a szervet, és mennék fingőbe. Ugyanígy hallanám-e, vagy sem? Látok már, se töröm magamat, itt már próbálok röhögni, meg közben itten a... Keresem a gombot. Csak annyit adom. Jaj. Na. Jöjjünk ki a külsőbe közben, meg még itt olvastam a csetet is, mert itt Peti ír, segít Tamásnak itt a dolgokba. Hol le? Kibe? Ezért maradok a vezetékes fejhallgatónál, annál tuti nincsen stick probléma, meg bluetooth probléma, meg akkumulátor probléma. Nem viszem ki magammal cigizni. Hát ki viheted, csak nehéz húzgálni a gépet, érted? Igen. Lóg a gép hátulján. Megvan a kép, hogy húzod magad után, mint a kiskutyád? Persze, majd a következő gépasztalom olyan lesz, hogy kerekes lesz, és akkor beültetem a gépet, és akkor tudom húzni nyugodtan. Hát, hogy figyelj, jön a jó idő, úgyis kiköltöd el a felszor, mert már Zsuzsi már mondta, hogy jó lenne, hogyha nem a nappaliba. Mi állsz? Háttérben halljuk érted a madár csiviteléseket. Ki lépett ki, vagy mi történt? Hol lépett ki, még a jó előbb. Ahogy hívjákból, szerintem csinál egy restartot. Szerintem is. Lassan húzódj jobbra. Nagyon jó, hogy én pont ezeket a kis hangokat most abszolút nem hallom. Kilépés, belépés, már egy hónapja. Kis állok, de jobbra! Megyünk el. Majdnem lemaradtam. Majdnem túltoltad? Majdnem. Olyan régen játszottunk ezzel a játékkal, hogy már... zavarba vagyok. Én minden nap ezt játszom, úgyhogy... Akkor ilyen piros kapás az arc? Nekem nagyon. Reggel 5:30-tól délután 3-2-ig, egyik délig, mikor hogy jön össze. Néha ott is eltéverek. Mint pénteken a szutyok navi, Google navi. Ja, a másik utcára vitte.
Milyen másik utcára? Még az lett volna a legnagyobb bajom. A másik városba vitt el a köcsög anyját. Jaj. 4 kilométerre arrébb vitt a címtől. Hát szerinted alig voltam ideges. Ugye ideges ember nincs, csak... Nem találtam a sípgombot, úgyhogy kikrákogtam. Időmbe belefért, mert így is szerintem 12:30-ra itthon voltam pénteken. Ja, mert utána mentünk elsétálni asszonnyal. Tessék balra tartani, mert utána lesz nagy sírás, hogyha nem tudunk balra kapcsoltam már az időmet. De hogy kapcsoltam, amikor 2-ig dolgozok, hagyjál már. És 12:00-kor indultunk el sétálni. Mondom, majd kikapcsolom 3-kor. Ugye az egy óra pihenő benne kell, hogy legyen. Majd, hát ja, persze. Hajtsunk ki a jobb oldalon. Bírom már egyik ismerősöm, aki szintén kint dolgozik, csak házi betegápolásban, azonnak is van ilyen tablet, amin írják be a dolgokat. És ő is úgy tudta, hogy 6 órakor elindul, és akkor minden betegnél van XY ide, amit töltenie kell, meg hozzá van számolva az út. 8 órakor otthon van reggelizni. Tehát ilyen villás reggeli fél órát azt már behoz, hogy nyugodtan meg tudjon otthon reggelizni. Mondjuk egy kis faluba laknak. Na, kell mérni? Kell, nekem kell. Nekem is kéne. Az előbb kihagyhattad, úgyhogy most várható volt. Még azon csodálkozok, hogy a példát az előbb is bemennem. Zöldet vonatik, és se. Igen, petészkörben szokott lenni. Jól van, újra tervezek. Még egyszer. Ez így szokott lenni. Valamiért jó a Laci-nak a hangja. Mármint a Jáksónak. Nincs itt hol-e. Nem tud összeakadni. De kedves. És ugye, ha a sávok között gondolod, hogy melyiket válaszol, akkor érdemes egy kicsit balra. Múltinál, hogyha... Két Jákson egy dudával. Igen. Nem bírja. Ennyi Laci nem fél el a térképen. Egymáshoz között. Tibi bácsi, elhagytad a pótodat. Ha megint? Nem lehet az a Viktor évéletlenül, mert olyan szágulás nyomott le, hogy csak na. Hát azon gondolkodtam, hogy nem tudom, Viktor, Epike, nem töltötted le a rallit? Nem. Dakar rallit? Tök óvatosan érdemes kellett volna tartani, neked, ha ott lehet csapatni. Halljátok, én nem megyek 60-nál többet. Én sem megyek 60-nál többet, mégis itt vagyok. 50, mennyi van most neked vissza? 93. 126. Hát, 30 mérföldre vagy előtt. 30 mérföld. Tessék belenézni a baloldali tükörbe, arra kell tartani. Tibi bácsit látom a kis térképen, majd így a napi térképen. Még pont a határon van. Én most pont látom mindenkit. Itt Tibi bácsinak a nevét, most a Viktor is kezd felük kirajzolódni. Persze, van a kanyarban, visszahajt. Hát azért, mert visszafele jön, csak azért. Jobbra. Majd utána hajtsunk ki a jobb oldalon. Nem, én nekem visszatérve, Peti vezetékes volt, utána váltottam. Wifi-sre azzal meg voltam elégedve, azzal nem volt gond. Csak azt az a könnyűt jó megszokni. Úgyhogy majd látjuk, hogy lesz.
Hello, sziasztok! Tibi! Szia Tibi! Szia Tibi! Esik eső! Esik eső! Megjött a Tibi! Na! Neki elsírta magát! Eső! Tibi, igen! Tudod az a... Amint csak 36 ezer volt. Ja, mindig csak mi a újság, Tibi? Nem megérkeztem, van még értelme becsatlakozni? Figyelj csak, jó, direkt jó, kicsit jó, mentünk. Jobbra lenne érdemes tartani, úgyhogy... Körülbelül így számoltuk, hogy esetleg amit mondtál. És hogyha jössz, akkor addigra, hogy hívják, leviszünk egy fuvart, egy kisebbet. Port Angelesbe megyünk. 60 mérföld híja van még. Mire becsatlakozva, figyelj csak, a modoknál a custom reefer ki kell venni, mert az törölte a mod, hát a műhelyből az illető, az az utolsó előtti mod, ami be van rakva. Azt majd vedd már ki, Tibi, jó? Oké. Okay. Többi az mind ugyanaz, az semmi nem változott. Jaj, Tibinél például a Windows szokott alapból fogja magát, és akkor ottan levesz az összes hangot nála például. Ő nála ilyen anomáliák szoktak lenni. Igen. Na vagyok, megoldottam a problémát. Na mi volt? A bitráta. Nem szereti a játék a 48000 Hz feletti tartományt. Ah, akkor az volt ott a... Én nála meg most mindig az a gond, hogy az Nvidia Broadcast nem igazán minden esetben szűri ki a háttér dolgokat, és a VoiceMeter banána is már összeakadt. Úgyhogy van itt minden mindig. Ezért van nekem AMD-m, nincsen gond az Nvidia videóval. És már csak a hangerőket kell beállítani. Hát az mindig van technikai ördöge, ja. Az olyan nincs, hogy ne legyen sehogy se. Az sose alszik. Hát meg a Murphy se. De nem az Eddie Murphy-re gondoltam. Csába, meg egyszer mondani. Csába. Előre, egyenesen, szépen, tovább. No, de legalább amúgy kiderült, hogy nem szabad venni vezeték nélkül fülesbe 96000-es Hz-szel rendelkező füles, mert a Bluetooth vagy a wireless úgy se tudja kinyomni. 48 a max, ami jó. Merre vagytok most, hogy hova mentek? Port Angelesbe megyünk. Közben menjünk. Ajaj, nem Los Angeles, hanem Port Angeles. Kérlek szépen, Washington City-nél a nyugati part szakaszon valahova. Észre. A felső részre. Csak szétlő mellé, és akkor együtt mehetünk. Az a baj, helyileg nem tudom mi hol van. Ugye nézem Washington a térképet. Bal felső sorok. Bal felső? Hm? Port Angeles? Igen, oda megyünk. És te mit mondtál, hol lesz Seattle? Oda ugrok, jó? A 105-ös úton vagyok. Seattle alatt van egy ilyen fényképező, mi ez, webkamera. Egy Kenwood kereskedés mellett mentem el. Valma. Fel is valamit? Viszek. De ne kérdezz, hogy mit, mert nem tudom. Hát azt ott tartják, amit nem? Az ötös. Csilló tartály vagy mi a túl. Hát ilyen építkezési tartály, amiből vakolni fogtak. Megkocoltam a kamiont oldalra. Még 170 mérföld van hátra nekem.
Hát mi mindjárt ott vagyunk. Legalábbis nekem 10 mérföld, Viktor már leparkolt, már megreggelizett, Janem megvacsorázott. Ne haragudj át, Tibi bácsi, meg kell, hogy mondjam, hogy ez ne. Ez visszük a farmingba az all-in-vanos tartályt, jó? Csak még a csőrike hiányzik az elejéről. Elugrok egy fuvarért. Akkor megállok itt az autópályán. Ó, ma épp végignéztem egy... De miért esik az eső? Nem tudom. Elsütene. Mert nincs senkinél beállítani. Végignéztem egy nyerges kamion és egy furgon találkozását, de úgyhogy szűkült az út, és nem tudták, kinek van elsőbsége. Lehet egy kérdés? Igen? Kajával kapcsolatos. A lazanyának az a fehér szószos, az besamelmátásnak nevezik? Igen, igen. Igen. És az miből van pontos? Liszt, tej. Hölgyeim és uraim, egyenesen! Miért? Nem, az csak azon gondolkozok, hogy miért hajtott meg, hogy allergiás lennék valamelyik hozzátevő, vagy hozzávalójához. Fél lehet lisztérzékeny, lehet tejérzékeny is, glutén, laktóz, stb. Akkor a tej. Az lesz tej. Azt nem hallottam, hogy mondtátok, hogy tej is van benne. De, liszt, tej. Liszt, tej. Mind a kettő. Menjél szépen egyenesen. Akkor tovább. Azért rohangáztam ma reggel meg délbe, mint a sürgőségi lettem volna. Szólj, ha bent vagy a szerverre, hogy lássolok. Ja, tényleg a szerverre meg kéne lépni. Igen. Akár. Nem látlak. Nem, igen, végül is. Azért nem látsz. Nem lehet. Ja, hova jöttök? Hol vagytok? Miért nem jöttök? Miért nem jöttök már? Hát de itt vagyunk. Hol? Se jobbra, se balra. Egyenesen. Hát itt. Hát itt. Nyomjuk azt a gázt. Nyomjuk majd. Itt mindenki? Itt mindenki nyomja a gázt. Hol még zöld. Jó van, aki tempomattal megy. Majd menjél balra. Nem most, te kis kócos. Menjünk el, balra. Na. Szóval, ha beléptél, addig frissítem a tablettámat. Már tekerged. Még hallottam, hogy valamit mondtatok velem kapcsolatban amúgy, Roy. Csak ja, hogy mondom, újraindítottad a... Újra, hogy kiléptél Discordról is. Mi mondom, akkor valószínűleg újraindítottad a gépet. Még a jágsó hogy akadozik, nem? Ott mondtam, hogy nincs bent a hole, és így nem akadozik a... Nem, a géppel kapcsolatban, hogy valami hasonló, nem? Géppen? Géppen? Max annyira az újraindít, azt nem lehetett esetleg. Menjél jobbra. Meg én a jágsót mondtam, hogy nem vagy bent, így ezáltal most jó, Laci. Ja, két Laci nem veszik össze, tudod. Érdemes. Hol neked az a fizetős kamion? Meg fogunk tanulni néhány rövidítést. Balra ennyi. Ez ingyenes, amit kaptunk újon. Fordulj balra, szerintem. Én nem találom azt a kamiont a kamionból. Környék. Vagy itt születtem, vagy ide jártam nőhöz. Mindjárt jobbra megyünk.
Így van. Dezső? Pontosan. Tartalomböngésző, kamionböngésző? Igen. Ahogy Nessai szokta mondani. Most, hol-e most? Oké, okay, jó, most. Azért nem találod, mert a T680 2014-es alatt meg a Kenworth V900-as között kéne lenni. Ja, aha, csak oda nem rakták be. Az, hogy most meg lehet-e vásárolni, azt nem tudom, lehet, hogy csak használt kamionként. Mindjárt nézem a kamionkereskedőnél. Kenworth, igaz? Igen. Kenworth kereskedés, most nézem, de igen, meg lehet venni. T680 76-os sleeper kabinnal. Az utolsó oldalon. Nem tudok online vásárolni. Ja, azért ez jó. Akkor látogass meg. Már az egész utazás. Olyan érdekes. Nem szeretném látogatni. De hogy itt vagyunk? Miért? Nem is gondoltam volna. Nem viszel oda? Multiba nem? Kereskedési lehet. Hogy legyen, Tibi? Most indulok. Menjek vissza, fel az ötös irányába, és kompozzunk át, vagy kerüljünk egy nagyot. Az ötösről 101-esre rá. Van egy 2500 mérföldet. Azt nem javalni, hogy ne onnan kanyarod, mert felakad az óra egy kicsit. De ennek nem. Ennek ez át bőnön alatt fog meg a sörön. Igen, az... Igen, ez a fog meg a sörön verzió. Tehát lehetett választani, ez a fog meg a sörön verzió. De is volna tudnék tolatni, mi? Jaj, te csak szólóval. Hova jössz? Jobbra vagy balra? Fingom nincsen, tudom. Á, én majd balra elmegyek majd mindjárt. Maradjál nyugodtan, Laci. És még én magam se tudom. Jöttem ezt a Volvo-t, Viktor, de mondtam, hogy nagyon jó kis jármű. Én is tettem. Csak gyengécske az a baj. Hát arra megyek, én is megvárhatsz ott. Igyekszek. Ez miért így megy? Meg sem mozdul. Mert a poszkéva nyergesed, és a rövidet egy kicsit másképp kell tekerned. Hát jóval hosszabb a rojnak az alváz. Azért mondom, az alváz jóval hosszabb. Kicsit más. Azért mondom, hogy el vagyok szokva tőle. Sőrűbben kéne divizionoznod. Igen. Az baj, ha a forgalommal szembe közlekedek? A rendőrnek biztos. Nem kérdeztem. Ja, oké, jó. Száguldozok, hol-e mindjárt ott vagyok. Féget szoptad, gond mindent az aj? Azaz. Retexis, köszönöm szépen a követést. Nincs mit szívesen. Te vagy az? Igen. Inkognitóba? Retexis. Nem, ez a, ez a micsoda tablet profil. Oh. Hát, azért behalok. Csak nem a babart nézted. De. Abba van. Á, itt van Tamás, Krisztián, megjavult a gépem. Ja, hogy ő mondta, hogy megjavult a gépe. Igen, videókártyát cserélt benne. Neki is kártya hibája volt. Ez valami, valószínű, igen. Ez mi történt? HDMI kábel? Vagy no HDMI kábel, hülyeséget akarok mondani. DisplayPort és HDMI kimenette. Na, most elment a hang. Hamarabb engedtel a gombot, szerintem. Igen.
majd menj elől ám nyugodtan, hogy... Mennyi, csak mennyi. Menjek, csak menjek? Jó, megyek. Mennyi? Büntik neked, bent vannak? Kisült. Igen. Akkor te mennyi előre, mert én... Don't bolt, jó. Ja, nem? Engem nem büntetnek meg semmiért sem. Micsoda dögött vissza, de mint hogyha... De a szalagkorlát, mikor átborulsz rajta, ott van bünti. Figyelj, én úgy kezdtem a játékot, hogy vissza kellett egy mentést állítani, mert 100%-ra se törtem. Én... Álltó helyébe hozzá kell tenni. Igen. Úgy, hogy én csak kikanyarodtam mellett, és hozzá se élt, mert semmi. Nem is érezte a pótot. Mentünk a telephelyre, Tibi bácsi jött kifel, ott megállt, Laci bentebb volt, én meg mögötte megálltam. Laci is, nem mondom, akkor megcsinálom, azt mondom, míg Laci csinálja, ezt mondom, ő is a fuvart vállalt. Elmondom, akkor elvállalom én is a fuvart. Elvállaltam a fuvart, rányítom az okéra, elkezdett a kormány rezegni, majd mikor visszarakott, szembe a forgalommal, tehát megfordultam egy 180 fokba, és a tetőjéig piros volt a kamion. Az jó. De amúgy jól néztél ki, brékeltél. Gondolom. De hogy érdekes módon senki nem volt mellettem. Kis hűl. Rossz helyen álltam. Hát, szokott ilyen előfordulni. Hogy süt ki? Nem akar felgyorsulni hol-e, úgyhogy... Google és majd tankolni is kéne. Na. Nekem is közben megjött máma Tibi. Füles. Igen. Én akartam is, hogy folytatod, vagy gondoljuk hozzá. Hatásszünet volt! Hatásszünet volt! Jelent. Te kis te. Jó neked, megjött nekem. Hajnalban én akartam osztogatni füles, de hát az úgy nem az igazi. Az nem. Ahány ember a kocsit. Mi van ma? Ugye, nekem volt olyan kollégám, amelyik bement pizzáért az egyik ilyen szórakozó helyre, mikor kijött, kapott egy olyan lángost, hogy két nap múlva a trauma kelt fel, tért magához. Igen. Bement pizzáért, kapott egy lángost, aztán két nap múlva, tehát se kép, se hang. Szerencsétlen pont akkor ment be a boltba, amikor a tömegverekedés volt a kis, hogy hívják be, szórakozó helyen kajáért, azt csatt. Lámpaoltás. De azért milyen érdekes, hogy Tibi megy mögöttem, és alig van civil. Igen. Uh-huh. Miközben nekem egyesen van belőve. Nem nekem Tibi elnyomja, most a Tibi elnyomja az aurádat. Én nem is vagyok. Minden. És átszippantja a lóvédot meg könyvelő, vigyázzá. Úgy hízik a bankszám. Hát Tibi bácsi, azért nincsen neked pénzed, mert Tibi megy mindig, hogy hívják előtted, utánad, és akkor elszipázza a bevételeidet. Na itt vannak az aik. Hiányoltad őket. Megérdezik. Lehet, mert nem úgy dobálja, ahogy neki. Na jó, hát mondjuk neki van 938 alkalmazottja. És akkor plusz, neked plusz 100, igen. Nincs annyi. Az az LTS-ben van. Itt csak 1300 van neki. 94 euró. Most ezben mit kezdjek? Hát de miért? Örülj neki, én mínuszba kapok, tudod. Vásd rá a bitcoint. Az most maradjon. Ó, igen, azt akartam, hogy tegnap úgy fogadtak. Kérdezték, hogy azt a boltba kell valami, mert hozzá már egy helt, tudod, egy ilyen... Hogy hívják ott? Azt mondja, egy fél bitcoin lesz. Hülye vagy, bazzeg? Tudod, gondolkozzál, ma bazzeg? De kiegészítem, akkor legyen egy bitcoin és hozzá egy pizzát is egy fél. Még 70 mérföld, és ott vagyunk. Oké.
Hát gondolkoztam neki, hogy lenne kéne az AliExpressről, hallottad, ott vannak ezek az érmék. Egy ilyen érmét, hogy nem ezt csak úgy bevinni neki, hogy na tessék, itt van az az egy, na, nesze. Mi hagyd vezek? Kipogytjam. Mi hagyd, tudod? Egyébként ugye mondtam neked, hogy nagyon jó előjelzések vannak, mert ugye mutatták a táblázatot a felezési részére, hogy utána mennyi százalékokat ment fel. Ugye a legelsőnél ugye akkor 7 egész valamennyi százalék, másodiknál közel 300, és a harmadiknál 600, majdnem 600 százalék. Elég szerint. Hát én most azt olvastam, meg azt néztem, hogy nem lesz akkora vonómelő, ahogy hívják, mint ami az utolsó három volt. Én azt mondtam, akivel erről szoktam beszélgetni, én egy ilyen 20-30 százalékot kapcsolok. Hogy ennyit szóval. Az jó lenne. Ugye? Ugye? Az minden, de is jó lenne. És megy az okoskodás, meg az okosság. Hogy tudod, hogy a minimálbérnek a 10%-áért szépen apránként ki tudod veszegetni úgy, hogy ne kelljen beadóznod. És akkor most megy ahogy hívják, hogy most ez napi szinten, vagy havi szinten? Most ebből mennek a kérdések. De van egy éves korlátja, úgyhogy nem fog sikerülni. De én és mennyi az éves nem korlát? Értem. Azt mondjad. Hát... Ez jó. Nem, mint könyvelő. Hát de most akkor... Alkalom van, nem mennyi. Hát ennyit nem tudsz válaszolni nekem. Még élete háromszor. Nem már. De jól emlékszem, és bizonyos alkalmakhoz kell kötni. Uh-huh. De én azt... Ez nem olyan, hogy akkor tisztelődik, hogy belecsöpögtetjük a zsebedbe. De miért? Ja, nem. És szerintem a motómentes, de még nem olvastam el ezt az új. Egyébként úgy van, hogy ugye amit én egy évig tartok és nem veszek ki, az utána nekem adómentes. Hát igen, de a magyar kormány az másképp gondolja. Azért mondom, hogy ez a kicsit. Hát most már, hogy kimondtad, már ez se lesz szintívás. Figyeld meg. Ez de a németeknél másképp van. Másképp van. Ja, ők nem tudnak magyar. De figyelj ide, szívesen adóznék 20 ezer eurót. Helyszor? Persze. De tudod miért, akkor jelenti, mennyi lehet a... Aha. Kelljebb befizetni. Magyarországon a magyar mentalitás az az, hogy keressünk sokat, fizessünk keveset. Hogy semmi. Hiába szüntették meg a katát is például. Persze, itt mindenkinek az a lényeg, hogy... Mert az orvos is sokat keresett, és igazából tudod, lehúzta a dolgokat, mert katába számlázott ki. Voltak visszaérések, nem is az orvosoknál, inkább az ők. Hát, ne haragudjál, én csak az orvosoknál hallottam ezeket a dolgokat. Mert én abban a szférában dolgozok, én azért példát, tudom azt hozni. Mondok másik példát, építőipar és aki egy cégnek dolgozott állandóan napi 12 órákat, kiszámláztatta vele a fő cég a havi 1 milliót, kapott ugyanúgy mint 5-600 ezeres fizetést, aztán elő. És ez így működött. 5 mérföld. Oké. Okay. De jól leláttuk az utat. ATS, ETS-ben lesz olyan, hogy esetleg a karaktereket is változtatják, hogy kicsit változtatják, mert ugye, hogy négyesikre külnek itt az autóba. Egy percig. Már ilyenként? Aha. Melyenként négyesikre, igen. Azért Laci is, hogy hívják. Laci is ilyen női karakterre van. Mit mondtál? Nem értettem. Szerviszt én meglátogatom. Látogass. Aztán hangerőt fog majd állítani mindenki. Hogy látogatok bevenni? Keresztük a sót. Egyenesen itt, aztán jobbra. Okay. Vagy ha te megad, akkor tovább és utána jobbra. Jó.
mert hogy 21%-ig sikerült kamion. Na, hát arról volt, hogy nem, neked ilyen gondod nincsen. Nekem, e? Ahogy beszálltam. Jaj. Lerúgjad a küszöböt? Igen, már vártam, de hát most egy kicsit elkezdtem. Az a lerúgtad a küszöböt. De látszik, hogy elszokta. Ahogy mondtad, hogy elszokta tőle. Jobbra, Tibi, jobb. Lerúgtam a küszöböt. Szerintem nagyon a célkapnisba vagyok, mert kurván sikerült. Ez jó volt. Ez volt az eddig legjobb beszólás. Akkor is így csinálnám, hogy lerakja az ütkű rakomány. Én legtöbb esetben úgy szoktam. Volt rá példa, ja. Na. Még nem. Vagy micsodát? Te a rakományt. Nem a pártját. Ja. Még nem jártam úgy, hogy elvitték volna. Annyit, úgy jártam, hogy feltartott a forgalmat, és dudáltak. De hát a szervíz az előrébb való. Még ezt elfelejtettem. Áttekerjek akkor reggelre, és akkor nézzünk egy másik fuvartot. Gondolom. Már ma úgyis sötét van. Ugrunk Washingtonba, ja nem? Ott is. Ugrunk Washingtonba. Köszi Peti, hogy itt voltál. Nagyon szépen. Köszönöm még egyszer. Gyors éjszakát, nyugodt műszakot. És kellemes ünnepek. Milyen ünnep lesz most? Ne, addig nem jön. Hanukát mi? Nekem nincs a rövid fúrva. Meg húsvéti nyuszét meg a Halloween. Jó lesz. Nem kell Halloween-es. Nők napja vagy mi az? Nem. Valentino. Az a Rossi. Na mindegy. Hová kell beállnom? Nincs rövid fúrom. Van egy ember. Rajtunk keresztül. Melyikből vagyunk most? Mi a cégnek a neve? BHP. Szerintem. Így a boltkocsit nézve itt magam előtt. BHP-ból van egy 967 mérföld, és bulldozert kell vinni. Jó lesz. Jó estét kívánok! Én az önök GPS-e vagyok a továbbiakban. Szívesen akkor várjatok! Amelyben japán partnerüket, valakinek nem kell másnia végül. Minden várjál, mindjárt. Ahogy szokták volt mondani, és ezügyben rendelkezésükre állok bármiben. Jó, kevésbé vagyok jó, de abban is segítek némelykor, hogyha útvonalat szeretnének választani, de abban azért ritkában forduljanak hozzám, ha szabad kérnem. Egyet nem bírok, nem, bocsánat, kettőt nem bírok összesen. A kompon hányok, ha lehetséges, akkor arra nem menjünk, olyan másik hangot, illetve azt gyűlölöm, de attól kifejezetten rémült vagyok, hogy azon gondolkodom, hogy a GPS-ek miért rakják mindig háttal a kilátásra. Majd igen. Hát nekem hoztatsz egy olyan 200 gallon. Na,
köszönjük a live-ot, további szép estét! Szia, hole! Ja, hole! Szia, hole! Salt Lake City. Valami zenét nincs kedved hallgatni? Furcsán visított az a tolató hang. Kurva visszafele pörgött biztos. Miket ugrál a kép? Nem, de lehetőn... Tényleg elment hozzá? Én is folyam. Elment. Nem úgy, a képen nekem. Ja, lehet, hogy csak ahogy a fuvart fogtam el azért. Lehet. Viszont a ütközési zónán kívül vagyunk, kikanyarodnék, ha nem gondolci. Persze, mondtad, hogy ők is. Köszönöm. Mindenki felvette, akkor mehet az eleje. Viktor? Igen, hát az eleje, most az FPS-em az nullával konvergál. Ahogy a kölcsön van nálam 180. Akkor egy izét ejtsünk már útba, jó? Valahol. Benzink utat. Jó. Igen, ott van egy kis baj nálad, előre hátra. Működik az autót, felemelkedik az óra, igen. Lowrider-es lett? Addig kibírja Viktor, mehetünk majd messze egy út közben. Hopp, eltűnt, visszajött. Ó, de jó, villog a Viktor. Nem tudom, most a játék az nekem nagyon izé. Megzavartalak, mi? Megpróbálok menteni. Mesd, ami menteted. Egy FPS-en van. Az nem sok. Azt meg tudjuk számolni. Várja, ide állok mellőd és töltök át egy kevét. Most jól lesz talán. Kitoboltam vissza. Mondom. Töltöttem át. Töltöttem át. Gárulaj, attól lopót egy kell. Vagy lopós lagat. FPS-t? Igen. Simán. Hát figyelj, folyékony. Nekem sincs sok, 29 van, meg 30. Még én is tudom átadni. Most már 6 van. Kodjál. Most már 6 van? Igen, azt akartam én is mondani. Megyünk 60-ba, de 70-ne. Megtátosodtak az FPS-ek, csak úgy megy szembe forgalom a dupla záróvonalon mindenen keresztül. Tibi, rongyolj előre, ha gondolod, esetleg a benzinkút véget. Nem. Menjünk oda, kibírja lesz az út mellett már. Ja, jó. Hát, ha nem, akkor tudod majd F7.
És majd tutulás legnagyobb. Úúúú, vagy a tűzre vagyok. Kész a vadállat. Így van. Pénzt a Viktor. Így van. Oda nézd, hogy megtartosodott az a 6 FPS felszárnyat. Hát lett mögé egy 0. Visszavette az első helyet. De most, hogy elmentél mellettem, Viktor, lett 40 FPS-en. Még szét is szóra, annyi van neki. Igen. Én nem sajnálom, adok mindenkinek. Mindjárt visszam a kerítést. Szeretem ezt a vidéket, olyan nyugis. Majd mindjárt jobbra fogunk fordulni, addig tarts ki. Ha szeretőd legyek én, jobbra megyünk te meg én. Hoppá. Ti azért a kanyarnál azért leszoktunk fékezni, csak mondom. Tehát mielőtt a 18 kereket átrakod 9-re, tehát így... Már akinek sikerül lefékezni. Nézzük, és akkor bejött meg én magam. Itt, de látom egyébként, már a rendőrök le is zárták az utat. Itt jön a tűzoltó is. Ja, az tovább jön. Bocs, Laci. Nem láttalak a tükörbe. Előzúz, hát. Na most ki, menjen. Menjen. Menj csak, Laci, menj csak. Menj, mert én látszik. Menjen, milyen összetudik egymást. Már nem. Már összetörtem. Nagyon összetörtelek? Mi ez a 12%? Mindjárt utalom az árát már. Az vagy nekem mi, testnek a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. Dezső? Nem vészes 23%. Oh my game. Az igen. 23% nem vészes. 23% törtem beléd. 5% van benned. Ide ledezárta a rendőr az utat. Hát ott már megborítottak, ott is egy pótot. Egyenes, az csak is menni, gáz, vég, meg ilyenek. Sajnálom, adtam milyen megfogy. A röngszállító, akkor úgy van. Az. A faszállító. Ha valaki legközelebb benzinkuton meghívok egy sörbe. Oké, rendben. Hát, ha maga biztosan fog utána vezetni, mi? Fordulj balra, az a szole, jaja. De most hol emért hagyott itt minket? Kérdés. Ezért küzdött el magát ide? Vidász, Trafipax. Kocsiból ülve mérnek. Az idefele is az volt. Fáj a lába, ezért vonatra szállt. Ugye a rolás vagonokkal megy. Értem én. De 21-es sok lacélen le fog állni egyszer-egyszer. Hogy mondott Tibi, mert ezt nem értettem. Le fog állni egyszer-egyszer a motor szerintem 21-nél. Írja, hogy látogass meg Tibor a szerviszt. Tibor szakszervizét. Ez kaszkos sérülés volt. Az komoly bevétel volt, $388. Vajon mit csinált? Átment a másik oldalra a kamionnal, vagy mit? Beszállt a kamion. Múltkor játéknak nekem az a mínusz 6000 valamennyit csinált.
Minusz 6000-et az hogy? Igen, annyit csinált a munkás. Mert magának egy házat valahol nem adnak a patogot. Megvette a gyerelőt, igen. Egy jó kis használt pont érte. Jobbra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozik. Mit fogtál az itt az autót? Hát, kizolt autó. Ele vagy dupozázott volna van, úgyhogy nagyon első tudok húzni tőle. Na, nem kell. Hát 55-tek már. Itt volt a Lendő bácsi. Oldalon. Menjünk szépen egyenesen tovább. Szélesedik a sáv, kettő lesz belőle. És 60 lesz, 60-ja. Gondolom, itt majd akkor lemész tankolni. Hát szerintem még messze vagyunk, de igen. Hát, ja. De Rojt se látom sehol sem. Nem olyan... Ott van, jó van mögöttünk. Jó, csak a kamion meg a dupla záróvonal az egy kicsit... átráltatott. Jó, minket a tűzoltó. Hát az elég az ajánlom. Érdemes balra tartani. Az üzemanyag. Nem. Mitől nem messze többi, úgyhogy nem... Azt van kívül, hogy van. Ajaj. Ez nem én voltam. Ez nem. Visszaállítod? Ne utánunk, gyere, Rony. Igen. Jó. Szerintem eltévedtünk. Visszafordít. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Majd, hát, hajtsunk ki a jobb oldalon. Mindjárt megnézem, hol vagyok. Amennyiben én jól tudom, és van jobb oldalon kihajtásra lehetőség, akkor hajts ki. Én meg mentem utánad. Én nem néztem. Gyibi bácsi, milyen projektben vagy?
Én a szembeforgalom projekt. Ja, hogy hallom, hogy itt eltévedés van, de akkor visszamegyek, azt tankolok én, és... Jól tettem. Ja, csak forgalommal szemben, mert ugye én téráltam a fölhajtónál. Egy kis üzemanyag. Újra tervezzem. Előre, egyenesen, szépen, tovább. Visszaállítottad az? Ődös egy ember vagy. Igen. Újra tervezek. Hát elég messze vagyok, még van. Összeletlen. Csináljak másik tervet, vagy kössem fel magam? Hát egy 8-7. Mi legyen, drága? Mert hogy én mondok valamit, te meg nem azt csinálod. Oké, oké, oké. Tínédzser éveimben tulajdonképpen... Hát, újra tervezem, vagy kéred a közösség segítségét? Úgy szó. Menjél jobbra. Tömös. Uhan, akkor menjem. Magyarországon már nincs arca. Pont ha néztem, hogy az olcsó úton is van 660 forint benzin. Jobbra megyünk. Mit keres a kecskén, kobra? Forduljunk most enyhén jobbra. Is állok, de jobbra! Jó, ott is áll. Ez itt egy A-benzinkó. Az első az igen. A második a jó. Ez az álheréjű, tudod? Igen. Na lássuk, mennyit iszik. Lássuk a medvét. Még most figyelem tűvácsánként megváltozott a kamion színed. Igen, úgy voltam egy kicsit, alakítgattam a kamiont, mert ugye egy másik mentés került ugye vissza, ami utána ezért volt. Aztán így variáltam, és akkor most ez a kis fényes, akit nem tudom milyen, amerikai stráten. Ugye a nagy kasznit levettem hátulról. Uh-huh. Nagyon jó. Ez a kárhacső. Igen. De azért látod, mit viszünk. Látom. Vast a téra. Én nem látom benne ők a fűkét. Fájt, Tibi bácsi. Igen, hát tud. Ez nem karcolta a füledet? Nem, nem, nem. Na még Laci tankol, és akkor mehetek.
Nem. Ivárd meg Laci Trick tankó. Jó, jó. Van ott szerviz is? Van. Akkor valószínűleg szervizszer is van szerintem. Itt van a... Ha lenézel jobbra, ott van a szerviz, a... Igen, és... Ahogy jössz kik vele a pont a... Ahogy visszafordulsz a benzinkútra tankolás után, nem? Igen, ott van. Mi történt, kérem szépen? Mi folyik itt gyöngyösen? Ibi! Köszönöm szépen, már a 31. havit. Jaj, köszi, köszi. Hú, ne is mond. Hát még együtt lehet, de mi? Hoho, Pérdés. Hoho! Hoho! Számolt ki 31 hónap. Indulhat az eleje. Megyek. Ilyen 3 évesek leszünk. Csatiba. Igen. Hát akkor ez nagy bulit kíván. DC találkozó lesz. Masz. Division találkozó, vagy mi? Akár. Egyébként nézettségileg nem hozta azt, amit gondolt az ember, de a visszanézésben meg bőven hozza. Egy adás után mit vársz? Kettő. Kettő volt. Egy évvel voltam már. Kettő. Kettő volt. Hétfő péntek. Mióta közvetít el a... Farmingot, RTS-t, hogy unblock, jó. Igen. Egész pontosan. 31 hónapja? Igen. Na, ebbe becsúszom, 2 éppen nem szimulátor játék. Mit vársz? Nem az, de várjál. Tehát a, hogy hívják be, nem hozta azt a nézettséget. Viszont utólagos megnézésben meg megelőzte most a múlt heti, meg az előtti heti nézettségeket. Hát mégis csak, tehát többeket érdekel igazából. Csak... Igen, utólagosan, tehát többeket érdekel, csak az élőben voltak kevesen. Igen. Hát én ezt akartam kifejteni. Persze. Hát nem tudom, hogy visszanézésbe... Lehajtunk Eurosászot. Ugyanolyan élvezetesen, mint játszani. Hát engem az elégért dokolejtett. De ezt Roynak nem kell megmagyarázni, mert őt is. No comment. Na most dobta el a kanyolom magán. Már emelkedő vagy? Aha. Üzd. Ne aggódj, itt vagyok, mögötted feltolak. 23%-ért tudod. Meg a másik visszatérve a Divisionre, most a Division közben nem tudsz így beszélgetni, mint itt. Vagy ez partnerben. Igaz. Ez tény is való. Ez beszélgetősebb, ez igaz. Igen, ez csílesebb ilyen téren. Igen, itt van időt beszélgetni egymással, van időt beszélgetni a csetelőkkel. Divisionbe erre sajnos nincs időd. Tök óvatosan érdemes balra tartani, de ha rátetik bántani a kormánykifára, akkor nem én voltam. Vagy hát lehetőséged van, csak időd nincsen. Nem is van, mert mit tudom, hogy két menet között érted, vagy még átfutáson tud kinéz az ember a chat falra.
hogy te esetleg valami, és akkor arra válaszol, hogyha esetleg olyan, de igen, tehát itt sokkal pörgősebb az, mint ez, ez tény is való. Kanyart is beveszik, Tibi, csak szólok. Nem én borultam fel. A Laci volt. Önállóan, nem segítettem. Na meg álltam, nem akar elindulni. Rád figyeltem, hogy... A kanyarra meg nem. A kanyarra meg nem. De látom, jön, mint a féltéglá, ebben mi lesz dolog. Tapostam a féket. Próbáltam szólni, hogy... Szegény tűbácsira mindig ráhozom a frászt, mikor mögöttem. Lacit is legyilkoltam ma már. Alakul. Roy, nem akarsz... Viktor, meg én most már retteketünk. Túl messze vagytok. Bemegyünk, mert olyan jókor jelezte itt a végén. És ugye, ha a sávok között gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor érdemes egy kicsit így balra tartani. Később megtérül. Tartjuk a sebességet. 55. Lassan húzódj jobbra. Tök, hogy így esik az eső. Na éppen mondom, hogy megint elkezd esni az eső. Kinél nincs lehúzva az eső? Én múltkor lehúztam nullára. Hát igen, nekünk mi egyeztettük, nekem le van nullára. Hogy nálad is. Lehet, hogy nálam kell megnézni. Lehet, nálam kell majd megnézni. Biztos, ami ziher, tartsunk balra. Már én úgy emlékszem, hogy annó-annó lehúztuk, de... Te egyébként Rélben is esett most este az eső, úgyhogy teljesen. A múltkor is, mikor hárman mentünk, le volt húzva, mint hárman mentünk, és esett. És akkor is esett. Mert akkor is esett. Ez az esőknek a hossza, vagy a gyakorisága, vagy nem is tudom mi az, amit le lehet húzni. Igen, igen. Tehát esni attól még eshet, csak nem olyan gyakran. Most gondolj, hogy fel lenne húzva 100%-ra. De tudod, mi volt a röhely? Mert mikor a havas pálya bent volt, akkor fel volt húzva 100%-ra, és semmivel se esett többet. Hát akkor az a skála ott az csak díszítő. Mérjünk, Tibi. De nekem zöld. Tudom, a piros is zöld, de akkor a többiek zöld. De most tényleg, most zöld, ez zöld. Most valóban zöld. Képzeljétek el, nekem is zöld. Wow. Hoppá, hoppá, érjük fel. Nekem is. Nekem is, Béláim, nekem is. Szuper zöld. Igen, de az édebe hason a TV mögé. A
Arkürt megszólalt. De milyen ez, hogy ott voltam melletted és szakadozott az a hang. A Duda. Duda. A Kürtnek a hangja. A rendőrbácsi mit csinált itt most őszintén? Alád ment. Igen. Egy az egy. De úgy, ahogy volt, hogy így megcélozt a kocsi. Az szép volt azért így. Csak nézem, így bal oldalról érkezik. Itt ezért van dugó, meg ütközés, meg... A rendőrbácsi tilvába. Pótba belement. Mint ahogy se lett volna Tibla egyébként. Fogta magát, ezt sutyát a kasról. Nyilván csinált, hogy átlátszó vagy, nem? Lehet, neked is ez lehet a baj. Hát így már mindent értek. Ugye, hogy ugye? Nem Dallas, ez Dallas. Igen. Kamera. Megvan. Akkor jó. Örülhetnek, ha megetted be jövő. Igen, megmenekültek. Nem nagyon fogynak a mérkőzők. Hát nem voltak kitérők, na hát nincs. Plusz pár mérföld. Igen. És egy kicsit várakozással is telt a... Így van. Hát az biztos is. Tibi intézted a túlórát? Én voltam, mert te vállaltad a fogort, nem én te. Hát én úgy voltam, hogy abban beleférünk. Azt mondom. Az a baj, te úgy számolsz, hogy LTS-ben nap megvan, jó? Oké, akkor 1000 mérföld. Nem. De. Nem. Na jó, igen. Na jó, igen. Mint két óvodás. Nem. Ez már több év át. Na jó, alsó tagozat. Ölcső, de. De nem. Polgármester hivatalt. Nyakkendő, kötelező. A polgár ilyen őugra, igaz? Ez a nyakönyvezető előtt. Hivatalos felé. A nevét és titulósát tudod. Férj és férje. Itt írja alá, biztos. Ha. Srácok, tartok egy bioszünetet. Oké. Na jól lehagyom. Ha egyszer odaéri. Viktort lehagyni. Éptelenség.
Most gyűjti az FPS-eket, hogy tudjon menni a kamionnak. De fél rá, a pihenődni? Hát nehéz lett volna úgy, hogy hagyja futni a járművet. De a gombat az kész. Sárga Mustang megy mögöttetni, bácsi. Sokáig mele fogom zúzni, ha így folytatjam. Vágom aztán. Jelzett a telefonom, lefekvési időszakhoz közeledek. Ajaj. Neked mást is a telefon mondja meg? Nem, neki csak beállítottam, hogy mikor csicseregjen. Ja, értem. Fel a pizsamát. Itt is vagyok. Oké, rendben. És hogy régebben ugye beállítottam, hogy 4:40-kor ébresztem ugye a telefon, és ahhoz állítottam be ugye ezt a ébredési, nem tudom, vagy nem tudom mi a pontos megnevezése. És ugye azóta átállítottam 5:30-ra ugye az ébresztőmet, ugye maradt 5:40-en ugye a rendszer ébredés. És akkor kimegyek ugye a konyhába, teszek, veszek, főzöm a kávét, stb. És akkor kiírja a telefon, vagy hát az órám, hogy érzékeltük, hogy már ébren van. Jó reggelt kívánok! Nekem azt szoktok kérdezni, hogy neki vág a napnak? De éjszakás hát ételben... Van az a bajta, nem? Vár. Amivel az embernek vár. Éjszakás műszakban is van. Tudod, csak ott réva érted a kávét és bögrével a kezed ott szorogatott, hogy muszáj, muszáj! De nem akarom. A könnyes kávé. Ja. A reggeli sós kávé. Hú, abba volt része. Kencuk van helyet, jó? Igen. Nekem kiesett a csipa, gondolom. Hát édesanyámékat vittem volna Gyomendrődre, illetve vittem is végül is. Csak volt egy kis csúszás emiatt. És mondtam, hogy kisfiam, jössz reggel, csinálok egy jó kávét, jó. A hajnal 2 vagy 3 körül voltam ott. Megcsináltam a kávét, leültem a konyhába. Ah, mondom, ez jó fog esni. Ó, az... Hát nem. Nem esett jó. Hát nem. Ezt egyszer a kedves Katalin drágaságom is eljátszotta. Jós kávét! Nem eljátszottad, megcsináltad, mondjuk úgy! Nem, már ebben a mesélem. Nem tudom, kinek volt már benne része, de... Ó, gyerekek! Brutál. Nem finom. Nagyon nem finom. Amíg cukorra ittam a kávét, hála az égnek ilyenben nem futottam bele, azóta leszoktam a cukros kávéról, úgyhogy remélem most már senki nem rak bele semmi ilyesmit. Én meg nem iszok kávét, nem? Róaj, mi van, le vagy maradva. Én meg abszolút nem kávézok. Ezt mondtam én is, hogy nem iszok kávét. De iszott helyett az ördöget. Sem, én ördögözök. Nem a Tibi. Roy. Mert én maga vagyok a kis ördög, ja nem? Én teát iszom egyébként. Sosem nem próbáltam még. Szintén próbálom. És én nem próbáltam? Én is akartam próbálni. Nem. Hát mézzel szoktam egyébként. Jó, mézzel, citroma én is szoktam. Ugye angolosan nem tudom, hát ki hogy szeretem. Nem, hogy nem próbáltam az ügyesen. Nem mertem. Már én is teát, ugye főleg télvíz idején ugye szoktam vinni magammal a
kulacsomba ugye a meleg teát, ugye az egész jól kitart úgy délelőtt. Nyáron meg bolondulok, hogyha ilyen meleget kell innom, pedig aztán az kéne. Én megiszom nyáron is, ugyanúgy reggel este. Mert az az igazság, hogy tejjel, tejtermékekkel egy... Hát, ez csak ilyen agyba döntöttem el, hogy akkor anyagolom. És hát ugye az helyett akkor te a... Előtte mindig teljes kávét, tejet, kakaót. Aztán ezt teljesen elhagytam. És azóta teázok. Pedig nem is igaz eső. Hát, ja. Azért teázom. Mert itt nem én, hanem te. Úgy van. Ki én? Nem. Te? Ő? Nem. Mi? Nem. Azért rendes a sebesség határa ezen a kacskaringos úton 65-et azért jelzi, hogy mennyi nyugodtan. Tehát tolját neki, ahogy mondod, vagy döltenek a nyart, vagy nem. Hát nekem nem sikerült, hogy 50-nél jobban megtolni ebbe a kis kacskaringosba. Most is 65 ugye megengedett, de ugye 60. De azért, így van, azért mondom, hogy itt. Amit a német autópályákon is 130-a javasolt. 120 a javasolt. 130, ugyanúgy, mint a többi autópályán, csak ugye a fölött, ha elkezdesz... Hát, mert... a javasolt. Nem csak ez, akkor a fölött. Nem, ez csak azért tudom, mert a gyerek most jár és oktat közben engem is, kérdezget tőlem, hogy mi a javasolt, meg hasonló. Én is rávágtam, hogy 130. Változtattak rajta frissiből. Nem tudom. Mondom, most jár Kresszre, meg ugye tágítják a fejét ugye az itteni Kresszre. És mondta, hogy ezért, mert én is egyből rávágtam, 130 a javasolt, és ugye vannak ugye korlátlan, és akkor mondja, hogy nem, ugye 120 a javasolt. Mondom, jó van, akkor egyelk a csöbb szívüket. Vagy régi a könyv, vagy nagyon új. Inkább új, amit most bevezettek, megmondom miért, mert ugye akkor, amikor nekem volt a motoros cucc, akkor mondta a rendőr, hogy végül a 130-a autópályán. Az mikor volt? Hát itthon is 130 a főút részen, meg 110. Tavaly előtt volt a baleset, motoros baleset. Akkor mondta, aha. És akkor vannak olyan területek, mint a Bánon, hogy akkor lehet nyomni, mint a messzes. Ezt is már a zöldek nagy örömére megváltoztatták, mert a végtelent visszavette, az szép volt. Visszavették 380-ra, és akkor így megnyugodtak. 380? Igen. Tehát már nem a korlátlan sebességhatárok vannak, hanem visszavették 380-ra. Tehát ott már szabálysértést követsz el, ha mondjuk egy Bugatti Veyronnal 400-val. Értem. Több szabálysértést fogad tudnék ottan csinálni, mert egy nincs Veyronom. Kettő. Mi? Ha véletlen lenne, akkor az úgyis lopott lenne. És akkor azzal már mindegy, hogy mennyi felmi. Nem, mert ugye annak idején nagyon sokan jöttek a német autópályákra, ja. Ugye franciák, igen. Olaszok, minden, tehát tényleg rengetegen. Sőt, még Amerikából is hoztak át járműveket, és ugye a végsebességet. Tamás, köszönöm szépen. Szakaszok, ahol lehetett is menni. De hát most már törekednek arra, hogy ne legyenek hogy ilyen hosszú szakaszok. És ezért ja. Vissza is vették ugye 380-ra, mert ugye mindenki ágált ellene. És ugye a végtelenítésből lett az, hogy 380, és ezzel így most mindenki elégedett. Uh,
Tehát akkor most már tudjuk, hogy akkor a új fáma szerint 120-a javasolt az autópályán. És azért mondom, Laci, mert ugye nekem azt mondta, hogy 130 fölött a sebesség tartománya, ahogy növekszik, onnantól kezdve gyakorlatilag a te felelősséged a sebesség határ. Ugyanis, hogyha történik valami, igen, ugyanúgy elővehetnek, hiába jön be eléd. Erőjön 150-et, te megjössz 220-szal. Igen, azt tudom. Igen. Mert mondom, én is eddig most a napokban mondta, hogy mi van. Mondom, én is simán rávágtam 130. Hát ugye otthon is ugye 130, ugye megengedett. Ugye én is úgy tudtam, hogy ittkint ugye 130 ugye javasolt, ahol nincs korlátozva. Ugye ahol korlátozva van, ott annyival mész, amely ugye korlátozva van. Köszönöm Tamás a 10 bitet, köszi szépen. Hát mondom, én is tanulok úgy. Hát meg nekem az furcsa, érted, hogy most itt ugye még otthon én annó, hát jó 20 éve volt, mikor csináltam a jogosítványt, ugye. Egy kérdés, egy válasz. Hát itt meg nem. Itt meg egy kérdés. Akkor is lehet hibád, így van, hogyha négyből a négy is jó lehet, és ha egyet nem jól válaszolsz meg, az is hiba pont. Igen. Na, hát én nekem ez is új volt itt. Jó, hát ez új rendszer, meg lehet, hogy itt Németben, lehet, hogy Magyarországon ugyanúgy egy kérdés, egy válasz, ugyanúgy, mint régen volt, nem tudom, hogy mi most a tendencia, de itt mondom, nekem ez is új volt. Én 98-ban vizsgáztam, én akkor nekünk úgy volt, hogy volt egy kereszt könyvünk, fel volt rakva a kérdés, és volt A, B, C válasz lehetőség, abból kellett egyet úgymond beixelni, hogy melyik a jó. Így. Hát én is 1999-ben. Ah, hát te most elszóltad magad időutatról vagy ezek. Igen. És akkor ez volt a tendencia. Utána már, nem is tudom, kik mondták, hogy ők már számítógépen töltötték a dolgokat, és ott már ilyen X-elős volt szintén az is még, de ott is különböző kérdések voltak, csak már nem volt olyan hosszú. Ezt tudtuk, hogy tehát röhely, mert mindig a leghosszabb válasz volt a jó válasz. Igen. Tehát nem kellett ahhoz megtanulod a keresztkönyvet teljes egészéből, mert oda mentél, ránéztél, jó, leghosszabb mondat, jó, akkor az a jó. Tehát mindig voltak kis kapuk. Igen. Egyébként mondtad ma a útszűkületet, most nem tudom, hogy milyen típusú útszűkület volt, de biztos tudod, hogy itt van Németországban a balkész szabály. Például autópályákon, autóutakon. Nem, ez városban volt, lámpás keresztülés, annyi, hogy két sávból egy lett, nem volt semmilyen nyílt, tehát a két sáv, tehát ott jobbkész szabály van. Na, mi ez a balkész szabály? Kérlek szépen az, amikor két sáv, és városon belül is van ilyen, tehát hogyha a baloldali sáv ükül, és ott van a nyíl, akkor neki van elsőbsége a besorolásra. Tehát neked nem dudálhatsz, meg nem villoghatsz, mert bemegy eléd, mert neki van elsőbsége. Ezt egyébként már hozzá kell tegyem, annyira főhigult, ugye, ahogy beszéltük a társadalom, hogy ugye a mondjuk úgy auslanderek, hogy ők ezt már nem is ismerik, és megy a mutogatás meg anyázás. Holott igen. Le kell venned a gázt, hogy ő beférjen. Így van. Mert ugyan, neki van elsőbsége. Jobbról szűkül be ugye balra, és ugye van nyíl, akkor ugye a jobb oldalinak van elsőbsége. Akkor a jobb oldali, így van. Akkor meg jobbkész szabály van. Tehát ahol ott van a nyíl, ott annak a sornak, de általában ezt balról húzzák be, főleg autópályákon. Hát autópályákon igen, de ugye itt városban nagyon sok helyen, legalábbis itt a itt Münchenben a környékemen, ahol szoktam járkálni, ott van balról is, de javarészt jobbról van befele nyíl, de viszont van mikor, mert mondjuk ott, ahol a kamion összetörte a furgont, ott nem volt nyíl, ha jól emlékszem, szoktam arra menni, de nem szoktam figyelni annyira,
ott, ha jól tudom, nem volt nyíl, ott csak ugye megszűnt a kérsebb, tehát a felező vonal, ugye. Uh-huh. Hát teljesen a kettő egybe, tehát nem az, hogy most a jobb oldali szűnt meg, vagy a bal oldali, hanem a kettő. Összefolyt a kettő. És ott ugye jobb kész szabály lett volna. Itt például a Weibringenben van befelé és kifelé is a városból lámpa után olyan út takasz, ami két sávból jön egy sávba, és balról hozza be a jobb sávba a elsőbséggel az autókat. Tehát ott kint is van ennyi. Vagy ahogy mit a Nürtingenből megyünk Esslingen felé, befelé, ott is a két sávos autót úgy szűkül, illetve úgy megy át egy sávba, hogy balról ott vannak a nyíl, és akkor az ott van. Tehát ennyi a balkész szabály itt. De hát ez a balkéz az csak erre vonatkozik, tehát nem az, mint az egyenragú útkeresztődés. Nem. Bár itt nagyon soknál az van. Nem érdekli, hogy te jössz balról, és ugye neked lenne elsőbséged. Igen, általában azt szokták mondani, hogy az elsőbséged akkor van meg, ha megadják, tehát teljesen mindegy. Ez sajnos így van, ja. És ez, amikor a Kati vizsgázott a motorra itt kint Németországban, és akkor szóltak neki a sisakba, hogy Katalin, hát haladjon, de önnek van elsőbsége. És akkor mondta neki, hogy persze, de hát olyan gyorsan jött a jobbról az autó, hogy és az meg fog állni, menjen. Tehát ez, érted? Így mondja a német, de... Igen, ez még így elméletileg működne is, ha nem így lenne, amit mondtam az előtt, hogy úgy fölhigult a társadalom, hogy azok, akik hozzá vannak szokva ahhoz, hogy nem számít, hogy még átmegyek a piroson is akár, behúzok elé, tehát minden is. Tehát itt ugye alapból, akik így tanultak vezetni, a sárgánál már megáll, és nem indul el a piros sárgára, hanem megvárja a telizöldet. Hát, ugye itt németben ugye rengeteg a görög is. És ugye én annak idején, mikor görögbe voltam nyaralni, ugye ott megismerkedtünk ott élő magyarokkal. Tartsunk balra, az jó lesz. És mondták, hogy itt görögben az a szokás ugye keresztelődéseknek, főleg egyenrangú, meg hasonló, annak van elsőbségük, hogy bátrabb, vagy nagyobb autója van. Tehát tök mindegy, hogy jobbkész szabály, vagy tábla, vagy valami, annak van elsőbsége, aki bátrabb. Belindiába. Ezek ide bejönnek. Pont ezt akartam, hogy Indiába? Nem tudom. Hát szerinted. Hát az, amikor nyolc sávon mennek, érted? Porúton, vagy földúton. Olyan mindennel együtt. Szerintem, hát körülbelül. De majd ott vezetnem kéne, tehát nincs hajam, de hagymám se lenne már szerintem ott. Ott már véresre kapartott volna. Hát ott mindenki érintőre veszi a másikat. Hát ahhoz képest a vezetési kultúra, oké, hogy minden országban más és más, de... Hát az valami borzasztó lehet. Amit ugye most mondtam, hogy kis előadás az ön ismerősünk volt Tájföldön és arról... Tessék balra tartani, mert utána lesz nagy sírás, hogyha nem tudunk balra fordulni. És abban volt bennem, hogy számunkra átláthatatlan az a közlekedés, amit ők csinálnak. Tök kevés baleset van hozzátette, tehát tényleg gyernek egymásra, viszont olyan a közlekedés, hogy ők csak kapaszkodtak az autóba, és nem mertek megszólalni se. Erre mondok valamit, nekem a kollégám volt tavaly évben kint Vietnámba, mert a párjának a barátnője odavalósi, tehát a szülők. Ő már Magyarországon született, de odavalósiak a szülők, és kimentek. És hát lehetőséget kapott ő is arra, hogy akkor miért ne, hát akkor használja ki a helyzetet, kimentek. De kapásból vagy három balesetben futottak bele. Igen? Ott nem az volt, hogy mentőt hívnak meg akármi. Fogták csávot, bebaszták hátra, hogy hívják be? A hátsó ülésre, azt vitték elfele, úgyhogy ez kirepült a kocsiból. Szép.
Úgyhogy nem, hogy hívják voltak. Hogy hívják? Hátsó ülés, azt a legközelebbi kórházba elvitték. Nagyon brutális a fal. De hogy mondjam, azt mondta, hogy szinte szabályok nélkül a közlekedés. Hát ilyen erősebb kutya csinálja a dolgokat, körülbelül az. De az, hogy a robogóval bevágnak autók elé, tényleg nagyon agresszíven, nagyon úgy vezetnek, hogy számunkra felfoghatatlan. Ugye tőlünk keletebbre egészen másabbak az a vezetési stílusok, mint ahogy a, most kimenjük Romániába is, hogy befelé is indexál a körforgóba, mikor holott tudhatod, hogy basszus, azon az egy bejáraton tudsz bemenni. Ott maximum akkor kéne jelezni, amikor kifele jössz, mert itthon ezt tanulod. Bemenni, csak ott tudsz bemenni, kijönni, meg azért van attól függően három vagy négy lehetőséged is. Igen. Ja, igen, Zolika. Ja. Hát ez ilyen. Olaszba se vezettem volna például ott is. Ott olyan volt, képzeld el, hogy volt négy sáv és hat sávba mentek az autó. Aki minket is vitt, behúzódott középre a vezőre. Berakta a két kocsi közé a kis buszt, aztán meg várakozott a piros lámpára. Na mi ott motoroztunk? Viszont ott kint az olaszoknál, amire nagyon figyelnek, az a motorosok benne. Meg kell, hogy mondjam, motorosokra úgy vigyáznak, mint a hímes tojásra. Rengeteg a segédmotor képviselőt, nem hiába azért, ha azt nézed a robogóknak a... Agivától kezdve az olasz. Tehát az összes szinte olasz, tehát az azért a nagyobb, hogy hívják, akkor két nagy cég van, ami nem olasz, de a többi márka az mint. Tehát most nézd a Piaggio-t, a Gilera-t, az Aprilia, ezek mind olaszok. Tehát, hát igen. Tehát ezek mind, hogy hívják, ez olyan, mint itt a... Tehát, hogy... Nem csak az autógyártásban a Ferrari, Lamborghini és a többi olasz basszus, hanem hogy tehát a motorok között is megvannak ezek a kategóriák, és hogy igen, tehát ott azokon a macskaköves utakon, ami rengeteg helyen van, ott csak robogóval tudsz menni, meg haladni, meg ilyen nagyobb testi motorok, a Ducati, tehát mind hogy hívják, olasz. Nem is tippelni, srácok. De egyébként úgy mennek, mint az állatok. Tehát elképesztő. Hát, mikor legelőször voltam Olaszországban autóval... Brutálisan mennek. Ugye én hozzá voltam szokva ahhoz, hogy hát ugye itt Németországban, hogy itt minden fal mögött egy kurva blitz van. Tehát egy trafikkoncert, tehát telepített. És hát én tartottam a sebességet, és ott volt a seggembe és villogott, és akkor tudod, így félrehúzottam, és akkor így mutatom neki, hogy te hülye vagy, hát akkor mennyi? És így értetlenül széttárta a karját, miért most mi van? Hát őket nem érdekli. De úgy mennek, mint a szélvész. Igen, nagyon gyorsan. És akkor tulajdonképpen ő volt értetlenül a dologgal szemben, hogy én az 50-es táblánál 50-nel megyek, és ő nem tud haladni. Én meg ugye fel voltam háborodva, hogy engem le akar villogni, le akar izélni, nem akar ő semmit, csak haladni. Nem rád agresszív, hanem hogy haladjál. Nem személyes izélnek vette, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen csak annyit csinált, hogy jött mögöttem a seggembe. Tehát ő nem mutogatott az ujjával, meg nem izélt, meg semmi. Ő csak tolja neki, mint a barom. És akkor villogott, hogy ő menne, haladna. Én meg így értelem, láttam a dolog előtt. Hello, Sőja, jó éjszakát, sziasztok! Jó éjt, sziasztok! A szép Tamás, ja. Tűzoltó. És film konténer. Az komoly, szia Zulu, jó éjszakát neked is! A
térkép szerint már meg is előztél az előtt, Tibor. Nem mondtam. De ahogy haladtunk itt a vérreállomás felé, csak azt írt, mutatta, hogy ott vagy előtt. Ott vagyok, ott vagyok. Mondom, hogy vigyel, hát repülkél fel ott. Nagyon rendben lesz. Jobbra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozik. Majd, hát ki kéne hajtani a jobb oldalon, pusztán csak azért, hogy jó irányba megyünk. Hajts ki a jobb oldalon. De jó pofa, olyan, mintha egy virágnak mondanám. Hajts ki. Hát vitt ki egy zsömbét a szomszédban. Ki kamionnak. Na, kihagyhatom, Roy. Nekem a harmadik zöld. Én akkor is kihagyhatom, ha piros. Ahogy érzed. Nekem ma végig látom zöld. Piros. Lebuktáron. Ez halvány zöld. Ez szuper zöld volt már végére. Látod, ott van alul, ott végig körül, hogy ott megy alul, hogy ez szuper zöld. Jessica megmondta, még szintet is lépett azért, hogy zöld legyen az a piros. Látod, milyen rendes? Viktor nagyon csendben van. A Viktor már szerintem kávézik és alszik. Mögöttetek vagyok csak. Nem, hát kiment egy kávéra. A kamion most megállóba. Valahol meg nem akarok hülyeséget mondani, meg az a szokás, hogy a kocsit üresbe hagyják. Az olaszoknál azt is azért, mert hogy ugye szűk parkolni. A parkolók, és hogy tudják őket tilitolizni. Hogy ott nem. Úgy állsz be, hogy eltöröd a másik autót. Ott azért, hogy Lamborghini-nak meg egy ilyen Maserati, vagy ilyen akármilyen kocsinak helyett ott a Ferrari-nak az elején, ott jó néznek ki ott a másiknak a lökhárító fényezése. Csak érintőre veszik a műköt. Aha. Én, amit sokat láttam, igaz, hogy Rómáról beszélünk, az a Fiat 500-as volt, az rengeteg volt. Igen. Nagyon hát kicsit tudnak azzal parkolni. Igen. És legtöbbször egyedül, férfiak, nők, az mindegy volt, az tök mindegy, és nagyon sok Fiat 500. És vidéken meg ugyanez, csak Fiat Panda, és ha is szakít, nem Sardinia szintén. Annyi Fiat Panda, tőle nem láttam meg. És elmegy Fiat Panda, nézze, még egy Fiat Panda, mondom, ezeket itt teremtik be. Csak pokorba jönnek elő, tudod, fejre jönnek. Hogy te kerem, én is nálam ezek a fényre gyűnnek. Hogy pont a gyár mellett mentél, dobták ki ezeket a kocsikat. Ja, lehet. Bármi. Nem feleltek meg a meósnak, azt kidobták. Toljátok már ki, úgyis elviszik. Így van, tudom. A másikból, ami még sok volt, az meglepett, az a Jeep Renegade. Ugye azt is a Fiat gyártja. Nagyon az otthoni autókat szeretik, amit ők gyártanak. Ők teljesen ők azért, mit tudom én, tehát márkahő, alfa, igen. Ez nagyon. Na de mondjuk nekik van, tehát autóiparjuk, van, és akkor azt ki is használják, van. Tehát komoly azért. Most azért, Németországban is azért van komoly autó gyárjaik, meg komoly márkák. Van. Nem kettő, és hát azért gondolom ott is azért azt használják ki. Valószínűleg. Hát van Volkswagen, Audi, BMW, van Mercedes, Opel. A Porsche is azt hiszem, nem? Az is itt most igen. Igen. De az is, de német járgány. Német kézben van, igen. Mi van még, ami? Azt hiszem a Volkswagen konszernje. Ugye akkor mivel, hogy BMW... Hát a Seat még az is Volkswagen konszernje, igen. 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 Meg a Scania.
Igen? Azt nem igen, tudtam. Igen, az is a Volkswagen csoport. Nem tudtam. Akkor ugye ott van, akkor ha azt nézzük, hogy Volkswagen csoport, ugye akkor a Skoda. A Cupra. Cupra, azt nem tudom. Seat. Az egy újonnan, újonnan létre. Az a Seatból, igen. Nevet hallottam, már csak nem tudtam ki gyártja. Egy Audival egy szintre hozott márka. Na, úgyhogy a Ducati is a Volkswagené, a MAN, az MAN, az is a Volkswagené. MAN is? Valami 11 márka van a közükben. Igen. Hát igen, mert a GM meg nem tudom, miket is vásárolgattak fel. Az lövéke. Hát most igen. Tavaly mondták, hogy el akarják adni a Ducatit, meg a Lamborghinit. De aztán azokra nem tudom, mi lett belőle, szerintem megtartották. Nem tudom, ki mondta azt, hogy régebben beszélgettünk, hogy itt 10-15 év és gyakorlatilag három nagy autócsoport lesz, ami fölöleli az összes automárkát. Ó, igen, és ez már nagyon rég elkezdődött egyébként. Összemondták, hogy ki a motorgyártó, meg a váltókat ki gyártja, és akkor Kia? Realizáció elindult. Kia? Lehet, hogy volt a játék. Nem, a Renault volt például a fő motorgyártó sokáig. Mindenben a nyomotor. Még a Mercedes. Érdemes balra tartani. Renault Peugeot, mert egyébként a hajszat, nem a Peugeot is gyakorlatilag az Amcsikkal nagyon sok szerződésbe állt. A Peugeot, a Citroën, ezek már összeolvadtak. Tehát ugyanazokra az alapokra mennek már, meg most nem is tudom még német. Ez a DS cégcsoport, az szívesen. Összes francia. Jöjjt, mert most azt mondják, hogy a... Már most a... Igen, PSA, hogy már talán a BMW is hozzátartozik, mert hogy ugyanazokra a padlólemezekre építenek bizonyos típusú autókat is, tehát ezeket így egybe. Hát, mint hogy most a Suzuki is megveszi a Toyota-tól, tudod, ahogy hívják ott a licenszeket, és akkor most az új, az S-Cross, meg a nem tudom, nem is az S-Cross, hanem melyik a... Igen, igen. Meg hát ugye az alapod is, mert most ha megnézed, ami volt a mi volt az SX4-es volt a Toyota-nál, hogy azt most a Suzuki kezdte. Hát az RAV4, és akkor igen. RAV4. És akkor azt most a Suzuki kezdte el átvenni, kicsit átformált, az hibridként árulja. Hát, jó, csak ugye a mostani RAV4 az, amit most a Suzuki használ, ez ilyen 15-20 éves technológia. Na jó, de hogy nézd meg nem például... Nem a napokész technológiát vettem meg a Suzuki, hanem a... Persze, na most nézd meg annak idén a Suzuki-nak az Ignis, vagy nem tudom, hogy Wagoner Plus, az például az Opel-nek a nem tudom milyen verziója volt, amit megvett. Azt nem tudom. Opel igen. És nagyon gyönyörös meg Agila. Agila. Agila, azaz. Na, tehát az volt az alapja a Wagonernek, meg az Ignisnek. Bizony. Egy ideig Opel motorra jött ki. Igen. De azért mondom, hogy tehát ezek az autógyárak is összeszövődnek. Mint ugye a múltkorában... Az Opel is francia, ám. Az Opel is francia. Hát most figyelj... Persze. Igen, a GM-től megvette a PSA. Hát, tök óvatosan érdemes ugye így a Opel-ek, így az autók, hogy összefonódnak, ugye még oda át voltam, de például ugye volt ugye a flottában, ugye Peugeot Boxer és Citroën Ducato, hallod, mint a két tojás. Kicsi különbséggel. Az emblém a más. Ugye a Peugeot, ugye az francia, ha jól tudom, ugye? Igen. Igen. A Citroën is. Nem olasz a Citroën? Nem, az is. Nem, az francia. Meg a Renault is. A Fiat Ducato az ami... Citroën, ezek francia. A Fiat Ducato volt az, ami olasz. Fiat. A Fiat az olasz. Citroën az olasz. Az nem tudom. Na mindegy, de tényleg hallod... Jó, most így oké, most már így nagyjából tiszta a kép. De tényleg hallod, hangyányi különbsége a belső műszerfal, meg belső elrendezése hangyányival különbözik, de tök egyforma. Lassan mozolj, jobbra. Majd utána hát hajtsunk ki a jobb oldalon. A,
hogy mondjam, szerződést kötöttek, hogy legyárt nekik. Hajtsd ki ennyi a jobb oldalon, én úgy gondolom. Tehát a Fiat emblémával, megvan a dizájn, ilyen az elején, de minden más ugyanaz. Nem jumper volt a Citroen? De jumper. Mert a Fiat volt a Ducato, igen, a Peugeot, igen. De figyelj, tehát most a Ferrari-ban is már múltkor nem is tudom, hogy hol láttam YouTube-on szerintem valami shorts videóban, hogy BMW alkatrészt az ablakemelő elektronikája. Hát, vásárolgatnak mindent. Meg az Aston Martin is, Mercedes motorról dolgozik. A Lamborghini-nek a kis háromszögnek oldalsó irányjelzője. Ez Ford Focusból jött például. Index, hát balra, kormány, balra, megyünk balra. Itt csinálják Győrben az összes Lamborghini motort. Volkswagent, Skodát. Az összes koncern motor az itt készül. Skodát, Skodát, azt én úgy cseheknél van. De a Skodának a motorját. A motorját, azt is itt készítik Győrbe. A Volkswagen csoportnak egyedül itt van Győrben motorgyára, még. Hölgyeim és uraim, egyenesen! Ilyen együtt TSI, 2000-es TSI, egy hot diesel, ezeket mind itt készítik Magyarországon. Autóból meg most csak kettőt. A TT az megszűnt. Kifutott. Meg Suzuki az van, van még Magyarországon? Igen, ott van Esztergomba. Esztergomba ott van. A Vitarágy meg az SX4-es kösz. Ó, hát ezt most nagyon nyomják. Most nagyon-nagyon felé lett. A Vitara az nagyon nyerő lett nekik, az az egyik van. Hát meg figyelj meg, mi az még az S-Cross? Amit most meg úgyhogy meg az amit most egyre többet lát az ember. Igen. Ezt mind a kettőt szeretik az ember. Hát figyelj most, hogyha nézed, de az nagyon nagy hívják. Tehát Suzuki is alapból sok volt Magyarországon, mert az elején nagyon sok mindenki csak azt tudta megvenni. Persze. Meg mai napig is, de... Hát igen. De azóta tényleg azt látni, hogy ahhoz képest, amilyen papírja Guárt összeraktak, ahhoz képest, hogy ez tényleg egy normál autóvá vált ez az egész iparága a Suzuki-nak. Az Euro NCAP követelmények megkövetelik. Így van. Kizéből már a papírból már nem tudsz autót csinálni, mert nem értékesítheted, hogyha nem felel meg ennek, meg annak a törés lesznek. Hát az izéről meg nem is beszélve a környezetvédelmi besorolásokról. Hát igen. Már csak az új autók úgy tudják a környezetvédelmi besorolást, vagy ha start-stop van belerakva. Na? Itt már nem emeli fel a sorompót. De egy kicsit lassan. Jött haza... Mi ez a sorompóról, Viktor? Jó. Jött haza vezetésről. Mert itt már, hallod, már az is új nekem itt a... itteni Kressz meg hasonló vezetési tanfolyamban, hogy az még le se rakta a Kressz vizsgát, de már kim van a forgalomban, már vezet. Na mindegy, az... nem is ez a poén az egészben, hanem hogy kérdezi tőlem este, hogy mi az a KM-es autó, milyen autó az a KM? KM? Milyen autó? A KPM? Nem. Mutatja a képet, hogy kigooglizte, hogy milyen autóval vezetett. Mondom neki, ez a Kia. Tudod, hát új dizájnja van ugye a Kia kiírásnak, és olyan egybe van olvasva az egész, hogy olyan, mint a KM. Ja, ugye még nem tudja.
De úgy mosoly csalt az arcon, mert be, hogy... én is érhetlenkedtem, mondom, milyen újfajta autó jött be, mondom, oké, láttam már egy-két fajta félét, a devét sem tudnám megmondani. Németeknél is úgy van amúgy, hogyha automatán vizsgázol, akkor csak automatára lesz jogosítványod? Igen. Ezt külön neki jobbra kérnie kellett, az ADAC-hoz benyújtani valami papírt, hogy nem papírt, tehát hogy milyen kocsival fog vizsgázni. Ugye ő vegyessel. Na. Azt mondja, látogass meg a... Hoppa, nem tudtam elolvasni, mit kaptam. Ő váltóssal fog vizsgálni, vagyis hát így vegyessel. Mert most váltós autóval jár. Csak hol van itt a parkoló? Hát nekünk teljesen jobbra el kell jönni Tibibácsival. De a lágerbe kellett beállni. Jó, nem csak valaki itt áll a prérin, és keresem. Keresem a helyet. A Viktor már nyomott egy... Hát siet. Hát én sietek. Jó, randia van biztos, hát ez van. Nem, tudottam beledet. Tud már tovább. Na én is ide rakom, ahol a Tibi. Na én is oda megyek. De, azok innen. Keresett Viktort. A buszok elé ide fogunk férni szerintem. Oké. Itt van egy kamera, Tibi. Aha, látom. Ez egy részvány a kamera szerint. Köszönöm szépen. További 10 bütet, Tamás. Hát ezt én jól eltoltam. Ugye, kislányos örömödbe. Ugye? Megörültem itt a dolgoknak. Újra esik az eső. Na, nézzük a medvét. Köszönöm szépen, jó éjszakát neked is, Tamás, hello, hello. Na. Szia, Tamás, vagyok. Na, maradtunk még továbbra is itt. Na, hova kell mennem? Hát ide. Az merre van az ide? Ott látom. Szeretem, mikor így irányítok mindig. Megfogad tudnék egyből kanyarodni. Hát figyelj, a következő mondásig a közepéből kicsit kiflexelünk, összehegeztjük. A hátsó köreket is tudod, ilyen kormányozat óra kéne napli tudod azt akar. Mm-hmm.
Na, akkor lőjünk egy nappalit. Hoppá, nem egy javáltább. Ja, megnézzük, hogy mi volt felhozata. Na, konvoj mód. Ismeret elhagyása. 0,29%. 318 ezer dollár, meg 3335 TP. És esik az eső. Hát nagyon szépen köszöntöm a játékot, Tibi bácsi, Laci, Tibi, Viktor. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Köszönöm a támogatást. Jó éjszakát, sziasztok! Jó éjt, sziasztok! Sziasztok, jó éjt!